Pálinkás. Remek labda. Szécsi. Ez is jó. Középre ott a lövés! És hatalmas védés. Rezes hagyta ki a helyzetet. 2 perc lesz a hosszabbítás. Ennyi volt az ivószünet. És ez így egy helyzet. És óriási védés. Hermány! Rezes megszerzi a labdát, és oda fel Zitzerben, gyerünk Gergő, még egy passz tovább, Heffler helyzetben, Heffler, gyönyörű csel, kapufa! Mekkora helyzet maradt ki! Hermány lehúzza, és lehet rúgni előre, Rudolf felé megy, az jó, és Rudolf tovább tud menni, nagy erőnk! Rudolf, hárman vannak rajta, remek labda, Szécsi helyzetben, és ezt is megfogja Kovács, hihetetlen, de még mindig ott van Rudolf előtt, Rudolf lő, szöglet. Csalódott vagyok, megmondom őszintén, hogyha berúgom, akkor nyerünk, de igazából ez az első forduló, még semmi nem dölt el, de most ez kellemetlen, nem tudok igazából erre mit mondani, van még... Ahány meccs van, megpróbálunk a legjobban játszani, és szeretnénk feljutni. Látszik az, hogy hál' Istennek, ami a legfontosabb nekem az én csapataimnál, hogy a mentális bázis abszolút rendben volt, tehát mindenki maximumot kihozta magából, de elképesztő különbségek vannak egyrészt fizikálisan a játékosok között, az újak régiek között döbbenetes szakadék van. Sok helyen másrésztről a csapatjátékunkról még igazából nem lehet beszélni, hiszen még nincsen olyan, amilyet szeretnénk, de a legfontosabb az, hogy akik hozzánk kerültek játékosok, az ő hozzáállásuk a sportákhoz, a labdarúgáshoz az abszolút megfelelő, és ezt erre lehet építeni. Nyilvánvalóan ez egy közhely, de egy dolgot tudnék mondani, hogy rengeteget kell még dolgoznunk.